Október 1 -e az idősek napja. Ennek okán minden év októberében idősek napi rendezvényt szervez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény kiskörösön. Mióta intézményvezető vagyok, ez már kilencedik éve, minden évben én szoktam ezt koordinálni, összefogni a Városi Idősek napját. Ezt, erre mindig nagyon nagy örömmel készülünk, mert az időseknek ez akkora öröm és élmény, és már keresnek várják. A program az Együtt egy szebb jövőjét pályázat keretében valósul meg, amelynek jelmondata nem csak a húsz éveseké a világ. Az eseményen idén rendhagyó program lesz. Most a program picit más lesz, hív, hív, hívtunk egy neves előadót Budapestről, ő fogja szórakoztatni az időseket. 200-250 idős szokott hozzánk mindig eljönni, várjuk őket virággal, nagy-nagy szeretettel, és a műsor után mindig megvendégeljük őket az aulában. Az eseményen Domonyi László kiskörösváros polgármestere is részt vesz. Polgármester úr minden évben természetesen köszönti a rendezvényen az időseket, mond egy kis beszédet, minden évben köszönteni szoktuk a város két legidősebb lakóját, a női és férfi lakót kis ajándékcsomaggal. Az esemény délután kettő órakor kezdődik a Petőfi Sándor művelődési központban, melyre idén meglepetéssel is készülnek.